Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, válaszolják a keresztények. Húsvét hajnalán az asszonyok ezzel a nagy örömmel találkoznak ott a sírnál. Így van a mi életünkben is, hogy a sok nyomorúság, sötétség, a sok fájdalom között nagyon sokszor lecsüggesztve a mi fejünket, járjuk a mi életünket. Az asszonyok sem azért mentek oda az ünnepen, hogy örvendezzenek, vagy a győztes, feltámadott Krisztussal találkozzanak. Ők gyászolni mentek oda, egy olyan ritust akartak elvégezni, amely a halott megkenetésével kapcsolatos. De minden aggodalmuk, minden gyötrelmük feleslegessé vált. És bár nehezen jutnak el az élő hitre, mégis elindulnak a tanítványok felé futva, hogy elmondják a jó hírt. Amikor eljön az ünnep, akkor erről szól a mi számunkra, hogy a gonoszság, a rossz, a sötétség felett van győzelme az igazságnak. Valamikor Józsefhez jöttek az ő testvérei, akik eladták Egyiptomba, a rabszolgasorsba, és szinte gyűlöletesen utálták az ő testvérüket. De a testvérük megbocsátott nekik, és ezekkel a szavakkal szólt hozzájuk, ti gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten azt jóra fordította. Az embervilág fellázadt az Isten ellen. Az embervilág megtagadta a Messiást, a Krisztust. Amikor nagypénteken azt mondják, hogy rajtunk az ő vére, feszítsd meg, akkor ezzel a gyűlölettel szállnak szembe az Isten fiával. De Isten fia vállalta azt, hogy kiegyenlítse az ember bűneinek a számláját. Isten fia imádkozott, míg a kereszten is az övéért, és elvégezte a feladatot. Elvégeztetett, hangzik a szó. Mi végeztetett el? A mi megváltásunk. Isten úgy szólítja meg húsvét hajnalán a tanítványokat, akik félnek és bezárkóznak, akik kétségbe esnek, akik úgy gondolják, hogy minden tervük, minden reménységünk összeomlott, azt mondja nekik, békesség nektek. Az Isten megbékélt a világgal. Arra tanítja ezt a világot, hogy béküljön meg a világ is egymással, ember az emberrel, testvér a testvérrel. Erre tanít bennünket ez az ünnep. Amikor megjelenik Jézus Krisztus azon a reggelen, akkor szeretett testvéreim, győz az élet a halál felett, győz a világosság a sötétség felett, a jó a gonosz felett. Jézus Krisztus így lesz az, aki reménységet ad nekünk. És nekünk van keresztényeknek egy üres sírunk, mert ha nem így lenne, akkor még mindig mutogatnák a halott Jézust. Nekünk van egy úrunk, aki megbátorítja tanítványokat, amikor megjelenik előttük. Engedi, hogy a tamáskodó tanítványok megtapogassák az ő sebeit, és eljutnak a hit bizonyosságra. Nekünk van az életünkben egy egyház, amely ezeknek a kételkedő, gyenge embereknek a hitére épülve egyszer csak győzedelmeskedik. Akik korábban bezárkóztak, azok kiállnak a terekre és hirdetik Istennek győzelmét. Ez a hang a mai napig szól hozzánk. Ez a hang a mai napig beszél nekünk az Isten győzelméről. Arról, hogy nem lehet mindig sötétség. Arról, hogy nem a gonoszságé az utolsó szó, hanem mindig az Istené. Mindig az ő szava hangzik, amikor tanít bennünket. És ez az Isten azért jött, hogy benne megjelenjen az Isten kegyelme a mi számunkra. Hogy Isten jót hozzon. Kedves testvéreim, ezekben a nehéz időkben, amikor sokan sírnak, sokan lettek özvegyé, árvává, sokan hagyták el az otthonukat, sok család szakítatott széllyel, mi nagyon sokszor elveszítjük a mi reménységünket. Mi is lehajtjuk a fejünket, mi is gyászolunk, mi is átéljük a fájdalmat. De húsvét reggele arra emlékeztet bennünket, hogy Istennel győzni tudunk mindenek felett. Akikkel az Úr van, már pedig ő velünk van, azoknak nem árthat semmi. Nincs az a hatalom, amely az Isten szeretetétől bennünket elválaszthatna. Sem a múlt, sem a jövő,
Sem a magasság, sem a mélység, sem az élet, sem a halál. Ezzel az üzenettel tudnak tovább menni a tanítványok. Ez ad erőt nekik. Ez ad erőt nekünk is ma, amikor ünnepelhetünk. Adja az Úr, hogy ez az ünnep örökké való reménységet hozzon a mi életünkbe, hogy a mi gyászunkat örömre fordítsa, a mi keserűségünket megvidámítsa, hogy adjon nekünk az Isten erőt onnan felülről. Újítson meg bennünket ez az ünnep. Krisztus feltámadt, övé a győzelem, vele mi is győzni fogunk. Adja az Úr, hogy ez az áldás, ez a vigasztalás velünk maradjon minden időben. Áldott, békés, boldog ünnepet kívánok, legyen Isten békessége mindnyájunkkal, ez az Isten békessége győzze le a világ háborúságát, és hozza el nekünk az Isten drága nagy örömét. Amen.